A legmagyarabb hazai élő csapat a főváros legnagyobb tehetségeivel és két átlagos amerikaival operáló, október óta sokat fejlődő NKE csata mindenben sokáig partiba tudott lenni a KSC-vel. A centerük Barna Judit még megkolt is többször blokkolni, prakkerolni, ahogy mondják, tudta, sőt, róla szerzett kosarakat is. Centerposzton, távoli dobások hatékonyságában és a védekezés szigorúságában, keménységében egál volt a helyzet a harmadik negyed közepéig. Ekkor azért riadót fújt a Gyokis csapat. Nem jutott ezután Zitzerhez és lepattanóhoz sem a kékmezes hölgykoszorú, és elkezdett olajozottan működni a Studer Bischoff McCall összetételű szekszárdi szupertrió. Ám a csata és a péntek esti visszavágó komolyságára utal, hogy Lelik Rékáék mindenképpen vissza akarnak jönni Szekszárdra, vagyis csak a győzelem az elfogadható eredmény számukra a visszavágón. Végig kiélezett volt a mérkőzés, sajnos megvoltak a helyzeteink kintről, nem mentek be a dobások, lehet, hogy ezen múlt, és úgy gondolom, hogy sok támadó lepattanót is szedtek, ezen is változtatnunk kell. Én bízom a pénteki meccsben, hogy azt meg fogjuk nyerni, úgy gondolom, hogy a hazai pálya, reméljük, hogy jobban fogunk dobni, és a lepattanókra is jobban oda kell figyelnünk. A védekezésünkön kellett sokkal több mindent csiszolni, ugye nagyon sok pontot kaptuk az első fél időben, de szerencsére sikerült az edzőinknek felspanolni minket. Bár nem kellett úgy felspanolni, de hogy az agresszivitásunkon javítsunk, és ez volt szerintem a kulcs, ezért sikerült ez a mérkőzés. Ahhoz, hogy a nemzetközi szerepléshez jogosító 5. helyet megszerezze a szekszárdi csapat, a csatát még egyszer mindenképpen le kell győzni. Aztán lehet gondolkodni, az utolsó várhatóan a Peac elleni meccsen.